Sziasztok, üdvözöllek benneteket, és örömmel számolok be nektek, hogy megjelent a Kripto Akadémia, amely magyar nyelvű híroldal is egyben, ezen kívül van még furuma és egy kriptosulia. Azt tetszik benne, hogy naponta egy-két hírek felkerül az oldalra, tehát folyamatosan frissítik. Van egy videó rovata, így néz ki, és van neki egy kriptosuli rovata, amely kezdőknek segít eligazódni. Például van egy cikk, hogy hogy működik a Google kétfaktoros azonosítás, útmutató a Binance-hez, Coinbase bemutatása. Aztán látom, hogy vannak olyan dolgok, amelyek még csak ugye most kerülnek szerkesztésre, tehát még folyamatosan épül ez az oldal. Ilyen az okosan kockáztass is, ez is még fejlesztés alatt van, és van egy fórum oldala, ahol lehet kommentelni is, például itt van a hírek is, akkor a regisztrált felhasználók tudnak kommentelni. Gondoltam, hogy beszámolok erről a kezdeményezésről, mert ez is egy elérhető magyar oldal, nem az egyetlen, de ami nagyon tetszik benne, hogy van egy fórum oldala, és hogy a kezdőknek pedig van egy kriptosuli rovata, amely eligazódást nyújt az induláshoz. A mai adás fő témája Vitalik Buterin egyik Twitter posztja, amelyet a napokban tett közzé lefordítom, hogy akik nem tudnak angol, azok is értsék, hogy a kriptopénzek még újak és nagyon volatilis befektetési eszköz, és ezért leeshet az értéke közel zéróra, tehát nullára bármikor. Ne tegyél bele több pénzt, mint amelyet el tudsz veszteni. Ha azt próbálod kitalálni, hogy hol tároljad a megtakarításodat, akkor a hagyományos befektetési formák még mindig a legbiztonságosabbak. És erre jött a sok válasz, meg be fogom mutatni ezeket, és utána bemutatok egy másik Twitter posztot, ami sokkal profi választ adott, mint ezek a trollok. Itt az egyik válasz a Vitalik Twitter poszt alatt, hogy Vitalik barátom, rendben vagy? Másik, hogy Fadmaster. Fad azt jelenti, hogy ugye Fear Uncertainty Doubt, aki pánikot kelt a piacon állandóan. Másik leidiótázta akkor utána egy hozzászólás, hogy ezt egy olyan ember mondja, aki már dollár milliárdos lett. Ugye másik, hogy ne pánikoltasd az embereket, ezt na, utolsó szót itt nem fordítom le, utána csak a birka hallgat rád, hagyd abba a twitterezést, ne posztolj, utána a számláját biztos meghekkelte Warren Buffett. Most a trollokat félretéve nézzünk egy másik választ, ami érdemben válaszol Vitalik Buterinnek a felvetésére. Bemutatom nektek VG Boya Patinak válaszát sokkal profi, egy külön Twitter posztot nyitott, és azt mondja, hogy az igazságban van valami, méghozzá a magja az igazságnak az, hogy a bitcoin még egy új technológia, egy nemrég született pénz. A jövő bizonytalan, nyilvánvalóan van benne kockázat, amikor befektetünk. Bárki egy kis józan el, ezt már eddig tudta. Megmutatok egy oldalt, amelyik felsorolja az összes veszélyt, ami a bitcoinra leselkedik, és minden egyes pontját megtárgyalja. Íme JW Weathermannek a Bitcoin Threat modellje, ez egy olyan weblap, ami azt meséli el, hogy milyen támadások érhetik a Bitcoin. Nyilván vitelik, nem csak a Bitcoinról beszélt, hanem úgy általában a kriptopénzekről. Én most ebbe csak a Bitcoinról tudok beszélni, mert ugye erről szól ez az oldal, azonban a befektetésnek egy része, jelentős része ugye Bitcoinban történik, legalábbis részemről, meg elég sok befektető részéről. Tehát ez a link, aminek a elérhetőségét beraktam, a videó leírásába, arról beszél, hogy milyen támadások érhetik a bitcoin bitcoin hálózatát, és ezek milyen eredménnyel járhatnak. Lemegyek azonnal a tartalomjegyzékre, hogy megmutassam, hogy miket tárgyal. Tehát összes lehetőséget gyakorlatilag végvette, csoportosította, sajnos csak angolul van meg. Például leírta az, hogy mi van akkor, hogyha valaki jön egy kvantum kompjúterrel, például itt van egy kvantum kompjúterrel, és megpróbálja kitalálni mindenkinek a privát kulcsát. Rákattintok ide, és akkor lemegy az oldal erre a részre, és ott pontosan elmagyarázza, hogy ennek a támadásnak a esélye, illetve a sikerességének az esélye gyakorlatilag nulla, tehát ez a támadás lehetetlen, és elmagyarázza, hogy miért. És egyenként végigveszi az összes veszélyt, azt is, hogy betiltják, nem tiltják be itt a tartalomjegyzék, hogy ha csalni akarnak, hogy hát akarnak minket verni, erre milyen esély van, és mik a védekezések ellen. Ez egy nagyon részletes dokument, én nagyon szeretem, ezt végigolvastam. Akit érdekel, az rá tud menni erre az oldalra, aminek a elérhetőségét, mint hangsúlyozom, beraktam a videó leírásába. Ez azért fontos átvenni, hogyha bármilyen kétségek merülnek föl később, hogy mi lesz akkor, hogyha mi lesz ekkor, akkor itt van ez a dokumentum, amihez vissza tudunk akkor kanyarodni, és ennek a támadásnak a sikerességét fel tudjuk mérni. Vigyő boyapati csak a leglényegesebb pontokra tér ki a Twitter posztjába, nézzük meg ezeket. Azt mondja, hogy a legtöbb ismeretlen kockázatot, amelyik meggátolhatnák a fejlődésbe, illetve abban, hogy pénzé váljon a bitcoin, azokat már ismerjük tehát abban, hogy valami meglep bennünket nagyjából tíz évvel az indulás után, az egyre valószínűtlenebb. Tovább megyek, az összes nagyobb kockázatot már lecsökkentették. Nincsen semmi olyan, ami igazából meglepne minket. Megpróbálták spemelni, meghekkelni, betiltani, regulázni, forkolni, mindent rádobtak már a bitcoinra, és tovább is itt van. Na most ez viszont nem igaz az összes kriptopénzre. Nézzük meg akkor az etériumot, alig több mint egy éves. Ott a ö, többi kis altcoin, néhány éves, a legtöbb altcoin még nem ment át a tűzkerességen. Viszont a bitcoinra igaz az, hogy az összes megpróbáltatáson már átment. Térjünk rá a programhibára, egy protokollhibára. 2009 és 2010 között mi igaz lett volna, hogy Satoshi Nakamoto nem vette észre, hogy valami hatalmas programhiba van a bitcoin kódjában, és emiatt az egész beomolhat. 2013-as Twitter posztot láthattok itt, amiben még arra figyelmeztette ez a kommentelő az embereket, hogy vigyázat el kell adni a bitcoint, mert alapjaiban hibás a bitcoin, tehát protokoll szintű gondok vannak benne. De már akkor is 2013-ban ennek a Twitter posztnak nem volt alapja. Tehát ha valaki attól fél, hogy valami olyan hiba lett a bitcoin kódjában, amit nem vettek észre, akkor ez a félelem teljesen alaptalan. Viszont nézzük meg, hogy például a Monero-nál 2017 májusában, tehát még 12 hónap sem telt el, hogy egy olyan bagot fedeztek föl benne, egy olyan programhibát, amely végtelen számú pénz kitermelését tette volna lehetővé. Hát ez egy olyan kritikus hiba, ami a Monerónak a végét jelentette volna. Ráadásul ez nem csak a monero érintette, hanem az összes olyan pénzt, amilyen kriptonótos pénzt, itt vannak az EON, és akkor ezen kívül a Digital Note, illetve a Dashcoin, ez nem ugyanaz, mint a Dash egyébként. Tehát itt van a többi pénz, amelyet szintén érintett a hiba. Nos, ráadásul a Monero egy, nem egy fiatal pénz, ma az is több éves, de a Monerónál még olyan hibát találtak, ami protokoll szinten tönkreverhette volna a pénzt. Az összes ilyen hibán viszont átment a bitcoin. Tehát aki attól fél, hogy valami hibája van a bitcoinnak, akkor megnyugtatom, ettől nem kell félni, viszont látjátok, hogy még a Monero-nál is, ami igazából egy nagyon régi pénz, benne van az első 20-ban, sőt 10-ben benne volt nagyon sokáig, még ott is megvolt ez a hibának az esélye, aztán kiavították. Tehát a Bitcoin rendelkezik szinte egyedül azzal a védelemmel, amelyel biztosítható, hogy a pénzünk nem fog eltűni, nem fognak végtelen számú Bitcoin egységet kiadni ugyanez tavaly ugye a Monerónál nem volt igaz, és ezt a hibát aztán kiavították. 2011 és 2013 között még reális kockázat volt arra, hogy betiltják a bitcoint. Azonban 2013-ra kiderült, hogy a nyugati típusú demokráciában ennek az esélye gyakorlatilag nulla. Itt arról van szó, hogy a bitcoin tiltják be, nem a tőzsdéken. A tőzsdék az egy külön kérdés, hanem tiltják a bitcoinnak a birtoklását. Mindössze néhány olyan ország van a világon, ahol tilos. Ahhoz egy olyan törvényt kell hozni, amely a demokráciával teljesen ellentétes. Tehát az be kell tiltani azt, hogy bitcoin legyen a számítógépemen, illetve egy privát kulcs legyen a számítógépemen, hogy avval elérjek egy hálózatot, most egy karakterláncot tárolni pedig nem lehet illegális. Ez nagyon kevés országban illegális. Azt sem tilthatják meg, hogy számítógépről számítógépre, tehát peer-to-peer -peer, csatlakozzak egy másik számítógépre, az majdnem, hogy alkotmány kell módosítani, bár nem vagyok jogász, de ez egy olyan bevatkozás lenne az emberek életébe, amelyet a nyugati típusú demokráciában nem lehet felvállalni politikailag. 2014 és 2016 között volt igazán jelentős kockázata a kriptopénztősdék beomlásának. Mount Gox 2013-2014-ben beomlott, és Mark Carpelles volt a CEO-ja, tehát az igazgatója a Mount Gox tőzsdének, és egy kirívó törvénysértés követett el, de ezek után a kriptopénztősdék összekapták magukat. A likviditás és a biztonság a legtöbb komoly bitcoin tősdéken ugyanolyan magas szinten van, mint a hivatalos kereskedőházaknál világszerte mindenhol. Be fogok mutatni néhány megoldást arra, hogy a kriptopénztősdék hogyan védik a kriptopénzüket. A legtöbb komoly egyenleggel bíró pénztárca Cold Wallet tehát egy olyan pénztárca, amely nem érhető el az internetről, például ilyesmi a Ledger Nano S is, meg a Trezor Keep ki. Itt látható egy olyan bunker, ahol a Xapo nevű cég tartja a kriptopénzét. Ez Svájcban van, és ez egy föld alatti bunker, amely egy katonai bunker, de átalakították megmutatom, hogy néz ki, itt van egy ilyen kamra, ahol tartják ezeket a ledgeröket, vagy ilyen cold és van itt egy videó, hogy hogy néz ki, egy ilyen föld alatti bunker, ajtók vannak, tehát ide csak engedi lehet bemenni, olyan ajtó van, ahol egyszerre be kell menni, utána becsukódik, és ha minden rendben van, akkor lehet tovább menni a következő ajtóhoz. Ezeket szigorúan őrzik. Ráadásul több ilyen valet van szétszórva világon, és ezeken tartják a pénzeket. Valamennyi pénzt nyilván tartanak hot walletban, tehát olyan walletban, ami azonnal elérhető, hogy tudjanak fizetni az ügyfeleknek, de a komoly pénzeket a tőzsdék, illetve a nagy bitcoin egyenleggel rendelkező cégek már földalatti raktárokban tartják, és ráadásul több ilyen raktár van a világon mindenfelé, és ezekkel megvédik az egyenlegüket. Visszatérve VJ kommentjére, feltétlenül igaz az, hogy nem tudják a tőzsdéket úgy meghekkelni, mint négy évvel ezelőtt a Mount gox ot A biztonsági intézkedéseket megerősítették, így nem kell félni egy olyan hekkeléstől, amely alapjában megrengetni a kriptópénzeket. Mindig is lesznek hekkelések bizonyos pénzeket el fognak lopni, mint a nanót ellopták, úgy egy olasz tőzsdéről. Tehát lesznek is hekkelések, talán hetente, két hetente bejelentenek egy komolyabb hekkelést, de Mount Cox méretű, mindent megrengető hekkelésre már nem igazán számítok. Lazán ide tartozik az is, hogy bejelentették az Egyesült Államokban, hogy a Ház nem tervezi megregulázni a kriptopénzeket. Tehát nem várható az, hogy a tőzsdéket betiltják, az ICO-kra lesz majd valamilyen szabályozás. Ugye most is már elég komoly szabályozás van az ICO-kra az Egyesült Államokban, amelyeket még tovább fognak majd szigorítani, de egyelőre az Egyesült Államok nem akarja betiltani a tőzsdéket amit az Egyesült Államok csinál, a világ többi része is azt csinálja, ugyanis az Egyesült Államokat követi Egyesült Királyság és az Európai Unió többi része. VG-nek ez a pontja a legvitatottabb, amit most mutatok. 2017-ig fennállt annak a lehetősége, hogy a Bitcoin közösség összeugrik, és ez gyakorlatilag a Bitcoin végét jelenti. Azonban 2017-ben felszínre törtek a konfliktusok, és megoldották. Ekkor született meg a Bitcoin Cash. A piac egyöntetűen azt támogatja, hogy a Bitcoin a digitális arany, és nem pedig a PayPal-nak a helyettesítője. Most már tudunk építeni egy új pénzügyi rendszert ezen víziók köré, hogyha a fordításom helyes. Tudom, hogy sokan szembe ezzel az állítással, nem is akarok ebbe belemenni, a teljességkedvért meg szerettem volna mutatni VG-nek ezt a záró posztját. Ezek után VG kitér kimondottan az ethereum -ra. Azt írja, hogy Ethereum egy Turing Complete rendszer, amely több milliárd dollárt ér. Egy hacker paradicsoma ez. Ide áramlik majd a sok hacker, hogy elvegye a pénzünket. Hogyha megtakarításunkat az Ethereum-on tároljuk, gondolom itt az ethereum és az ERC-20 tokenekre is gondol, akkor az olyan, mintha bemennék egy olyan barlangba, ami tele van a legmesteribb tolvajokkal a világon, és közben a zsebünk meg tele van aranyjal. 12-es pontja úgy folytatja, hogy megsemlítsük azt, hogy Vitalik egy központi személyiség, ezáltal egy olyan pont, amelyen keresztül beomolhat az Ethereum projekt. Minél értékesebbé válik az Ethereum, Vitalik személye annál kockázatosabbá válik a platform számára. 13. pontban VG úgy folytatja, hogy teljesen egyetértek Vitalikkal ebben a pontban. Ne tegyél olyan pénz Ethereumba, amelyet nem tudsz megengedni, hogy elveszítsed. Felszínre törtek a belharcok az Ethereum közösségen belül is. Az Ethereum Improvement Protocol az az Ethereum fejlesztési javaslat, amelynek a száma 867-es beterjesztésre kerül. Röviden, arról van szó, és erről szól itt ez a cikk, hogyha ellopnak étériumot, meghekkelik, valami hiba történik, akkor az étérium nem elérhető a gazdai számára, és szeretnék azt, hogy ezteket a, a tranzakciókat visszafordítsák. Ez egy olyan javaslat, amire eddig nem volt példa. A blokkláncnak kimondottan, Ja, az a előnye, hogy visszafordíthatatlanok a tranzakciók. Viszont ebből a 867-es számú javaslattal ez felülírható lenne. Vissza tudnák fordítani a tranzakciókat, és így a pénz visszakerülne az eredeti gazdájához. Nagyon sokan szembehelyezkedtek ezzel a 867-es javaslattal. Úgy fogalmaztak többen, hogy ez egy hatalmas szégyen a teljes Ethereum közösségnek, hogy egyáltalán erről kell vitatkozni. Erről a blokklánc technológiában nem lehet vitatkozni. Egy tranzakció megtörtént, akkor az visszavonhatatlan. Véleményem az, hogy Vitalik ezzel a Twitter posztjával egy magas labdát adott, amelyet VG lecsapott. Utolsó kommentjében VJ azzal zárta ezt a Twitter posztot, hogy végezetül az az elképzelés, hogy a hagyományos pénzügyi eszközök biztonságosak, amikor itt vagyunk a pénzügyi forradalomnak a szélén, az az, az elképzelés nevetséges. Ez olyan, mintha azt mondanánk, hogy az újságpapír nyomtatás biztonságos 2000-ben nyilván itt az internetre gondolt, hogy hogy átlakította a hírgyártást, a hírközlést. A műsort azzal a gondolattal szeretném zárni, hogy sokan beszélnek arról, hogy jön majd a flipping, azaz magyarul a Ethereum majd letaszítja a Bitcoint a Coin Market Cap első helyéről, és az Ethereum lesz majd a legnagyobb kriptopénz. Azért azt gondoljuk meg, hogy az Ethereumnál egy olyan fejlesztési javaslatot vitatnak meg, ahol arról vitatkozik az Ethereum közösség, hogy egy tranzakciót visszafordítsanak. Ráadásul 2016-ban ne felejtsük el, hogy az Ethereum úgy indult el, hogy vissza kellett fordítani egy tranzakciót, ekkor történt az Ethereum klasszik és az Ethereum ugye a különválása, illetve akkor született meg a Ethereum, előtte csak Ethereum klasszik volt, és amikor azt is figyelembe vesszük, hogy Vitalik azzal fenyegetőzik, hogy otthagyja az Ethereum közösséget, erről láttok itt egy újságcikket, akkor az egy különösen aggasztó tényező számomra, mint befektető. Arról szól a cikk, hogy Vitaliknak elege van a éretlen kriptopénz közösségből, akik állandóan trollkodnak, és azzal fenyegetőzik, hogy ott hagyja az egészet. És Vitalik egy központi személy az Ethereum közösségen belül, ő az első számú ember, amikor arról beszélünk, hogy Ethereum. Nem tudom, hogy mi történ az Ethereum árával, nem hiszem, hogy Ethereum ettől tökre menne, de az ára biztos, hogy beesne, lehet, hogy 50%-ot, vagy még többet. Ennyit szerettem volna elmondani ebben az adásban, az Ethereumról, Vitalik kommentjéről, illetve a kommentjére adott profi válaszról trollok mit mondtak, remélem érdekes volt, és találkozunk akkor a legközelebbi videóban. Sziasztok!